A Kecskeméti Katona József Színház intézményvezetői feladatainak ellátására egy pályázat érkezett, amelyet Cseke Péter a színház jelenlegi vezetője adott be. A szakmai bizottság értékelése szerint az eddig igazgató érdemei, valamint a pályázatban leírt célkitűzései egyaránt meggyőzőek. A vezető törekvései számos új kezdeményezés nyomán arra irányulnak, hogy a Kecskeméti Színház mostanra kialakított sokszínű műsorpolitikájának megmaradása mellett tovább erősítse az intézmény hazai és nemzetközi jelenlétét. A szakmai bizottság 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül Cseke Péter pályázatát támogatta, a képviselőtestület pedig elfogadta, így újabb 5 évig vezeti majd a színházat a jelenlegi igazgató.